Díszőrség kísérte a Szent Korona hivatalos másolatát a nagyecsedi református templomba 2021 nyarán. Kovács Lajos nagyecsed polgármestere akkor azt mondta, az a céljuk, hogy megtalálják az ecsedi vár romjait, illetve a lehetőségekhez képest rekonstruálják az egykori falakat. Ebben a várban őrizték ugyanis 400 éve 1621 és 1622 között a magyarság jelképét, a Szent Koronát. Emellett más turisztikai és kulturális célokat is kitűzött a városvezetés. Nagyecsed életében jelentős eseménynek ígérkezik a mintegy 170 millió forintos forrásból épülő új rendezvénytér, amely nem csak a helyiek, de a szomszédos települések lakóit is várja majd a különféle programokra. Az önkormányzat idén sikeresen pályázott egy nagyszabású uniós projektre, amelyet ukrán testvérvárosával, Perecsennyel közösen fog megvalósítani. Az uniós és itt az uniós határ mellett lévő országokkal lehet együttműködve tükörprojektet készíteni. Ez azt jelenti, hogy Nagyecsed a testvér városával, Perecseny nevezetű kisvárossal Ukrajnában, Ungvár mellett, ez hasonló nagyságrendű, mint Nagyecsed. Velük közösen adtunk be egy közvetlen brüsszeli forrásra egy pályázatot, ami arról szól, hogy kulturális, gazdasági együttműködés, és akkor ennek kapcsán mi a mi oldalunkon egy rendezvénytérrekonstrukcióra pályáztunk, a ukrán fél pedig az ő városába egy helytörténeti gyűjtemény, egy kis múzeumnak a kialakítása, bővítése és rekonstrukciója. Az ő egy kisebb léptékű volt, egy ilyen 50 millió forintos nagyságrendű. Nagyecsed a gesztora ennek a projektnek, gyakorlatilag rajtunk keresztül kapnak forrást az ukrán partnerünk. A mi részünk ebből egy ilyen 170 millió, az ukrán rész pedig egy ilyen 50 millió forintos nagyságrendű eurónak felel meg. A kulturális élet fejlesztése mellett kiemelt projekt volt ebben az évben a beltéri utak felújítása is, amelyre az önkormányzat két pályázatot is nyert. Ezek közül az egyik már meg is valósult, a másikkal kapcsolatban már folynak a közbeszerzési eljárások, így várhatóan tavasszal kezdődnek el az építési munkálatok. Közvetlenül a belügyminisztériumtól sikerült egy útfelújítási programra, mint egy 20 millió forintot elnyerni, illetve hát igazából van egy legújabb hasonló hazai forrású projektünk is, aminek a támogatási dokumentumát a héten kaptam meg. Ez szintén a belügyminisztériumon keresztül hazai forrásból tudunk, mint egy közel 100 millió forint értékben belterületi önkormányzati tulajdonú útépítést megvalósítani. Ezek nagyon-nagyon fontos projektek a számunkra, hiszen itt nálunk az ecsedi lápon nagyon nagy jelentőséggel bír a belterületi utaknak az építése. Szoktuk itt mondani viccesen Nagyecseden, hogy itt esik három szemeső, akkor gyakorlatilag térdig járunk az ecsedi lápon a sárba, tehát nálunk nagyon fontos, hogy az útépítésekkel haladjunk. A jövő években további hat út felújítását, a csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukcióját, valamint egy óvodai telephely kibővítését és felújítását tervezik.